Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió április 24-i csütörtök esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Hamarosan költözhetnek. Jól haladnak a felújítási munkálatok a Kenderes utcai épületnél, amely a jövőben a Bajai Tankerület központ székhelye lesz. Újabb hétköznapi hős. Az autista gyerekekért és családjaikért folytatott munka elismeréseként Kocsis Alajos vehette át a 11. Gergely Alexandra emlékdíjat. Gombóc Artúr kedvencei. Kerek, szögletes, gömbölyű, tömör és lyukas. Volt minden, ami szemnek és szájnak ingere az első Bajai Csoki Fesztiválon. Hamarosan költözhetnek a Bajai Tankerületi Központ munkatársai. A kivitelezők januárban kezdték meg a Kenderes utcai épület felújítását, amely a jövőben a tankerület székhelyéül szolgál majd. A tervek szerint júliustól foglalhatják el új helyüket a központ munkatársai. A költözési folyamat körülményeiről mesél a Bajai Tankerületi Központ igazgatója. Sárosi Magdolna elmondta, nagy szükség van egy új épületre. A központban dolgozó szakemberek a helyszüke miatt ugyanis nem mindig tudják zavartalanul végezni munkájukat. A tankerületi központnak a létszáma folyamatosan bővült, most már 25 főt foglalkoztatunk, de még szeretnénk létszámot bővíteni, és hát nem férünk el, nagyon-nagyon szűk a hely, és hát több szakterületen dolgozó kollega együtt egy irodában ül, zavarják egymást, és hát nem tudjuk így biztosítani azokat a munkakörülményeket, amelyeket szeretnék biztosítani. Napok óta veszik körül állványok a Kenderes utcai egykori NAV épületet, amely a jövőben a központ új székhelyéül szolgál majd. A munkálatok már januárban megkezdődtek, a változékony időjárás azonban megnehezítette az építési folyamatot. Makai Tamás, a tankerületi központ működtetési referense szerint jó ütemben haladnak a munkálatok, így várhatóan már a júliusi határidő előtt beköltözhetnek az épületbe. Külsőleg a nagy dolgokkal kész vagyunk, a tető meg lett újítva, a külső homlokzati hőszigetelés és a nemesvakolat készen van már. A külső munkálatokból még ez a járda rész hiányzik, amit itt mögöttem lehet látni. A belső munkálatok azok nagyon gőzerűvel folynak még. Festés, burkolás, fűtésszerelés folyik egyidejűleg. Közel 10 évig állt üresen a Bajai épület, amely ez idő alatt elhasználódott, így szükség volt a külső és belső felújításra. Makai Tamás hozzátette, a kétszintes ingatlanban több mint 10 iroda, egy ebédlő, társalgó és tanácsterem áll a dolgozók rendelkezésére, így a jövőben kényelmes keretek közt végezhetik feladataikat. Az épület mintegy 60 millió forintból újul meg, amelynek forrását a Klebersberg Központ és a Bajai Tankerületi Központ együttesen biztosította. A héten dobják be a bajaiak postaládájába az értesítőt a zöld hulladék elszállításával kapcsolatban. Az előző évi tájékoztató 2018. április végéig érvényes, így az új menetrend szintén a következő év tavaszáig lesz érvényben. Az önkormányzat arra kéri a helyieket, hogy a zöld hulladékot kizárólag a Felsőbácskai Hulladék Gazdálkodási Kft. Emblémájával ellátott lebomló zsákokban helyezzék ki. A más zsákokban vagy zacskókban kitett hulladékot a szolgáltató munkatársai nem szállítják el. Ha nincs elegendő mennyiség a háztartásban a hivatalos zsákokból, akkor díjmentesen lehet kérni az önkormányzat városüzemeltetési irodáján, hétköznapokon, munkaidőben. Az FBH munkatársai minden olyan ingatlan postaládájába dobnak be zsákokat, ahonnan zöld hulladékot szállítanak el. A budapesti Kocsis Alajos kapta a Gergely Alexandra díjat 2018-ban. Az Autisták Országos Szövetségének oszlopos tagja, a 11., aki átvehette a Bajai Alapítvány elismerését. A Ewing-szarkómában elhunyt fiatal nevét viselő díjat olyan hétköznapi hősöknek ajándékozzák, akik Szandrához hasonlóan nehéz helyzetükben is másoknak segítenek, mindezt pedig a reflektorfénytől távol teszik. Minden olyan aprónak látszik, egyetlen percnyi élet a hold alatt.
Fekete G. Viktor saját szerzeményét, a Csillaggyermek című dalt játszotta el a budapesti ünnepségen. A fiatal zenész néhány éve szembesült azzal, hogy ő más, mint a kortársai. Az autizmust ezerarcú betegségként is nevezik, mivel az idegrendszeri rendellenesség mindenkinél másképp jelentkezik. A fogyatékosság különleges formáját Kocsis Alajos is jól ismeri, hiszen lánya szintén ezzel a betegséggel él együtt. Gyermeke születésétől kezdve szívügyén viseli az autista családok helyzetét, a 80-as években csatlakozott az érdekvédelmi szervezethez, ami ma az Autisták Országos Szövetsége nevet viseli. 2007-ben Pro Familis díjjal tüntették ki önkéntes munkájáért, a hétvégén pedig a Gergely Alexandra díjat vehette át. Ahogy megismertem a szülőtársakat, megismertem mindinkább azt a széles skálát, ami az autistákra jellemző, annál inkább éreztem, hogy ezt csinálni kell, ezt tovább kell vinni, hogy mire felnőnek ezek a gyerekek, addigra legyen valami, ami mögöttük van, intézményi ellátás hálózat. A Bajai Alapítvány elnöke, a 17 évesen elhunyt Szandra édesanyja, dr. Tóth Éva elmondta, az autizmusra a mai napig kakukktojásként tekintenek, pedig minden századik kisgyerek ezzel a fejlődési rendellenességgel születik. Az alapítvány figyelmét egy autizmussal élő fiatal hívta fel Kocsis Alajos munkájára. Végtelenül szerény, és ugyanakkor, mint ahogy a szövegben is így említettem, tehát 4 évtized áll mögötte, amit az autistákért, a saját lányáért, a sorstársakért, a családokért, és hát fantasztikus ez a harc, és hát ennek most sincs vége, mert Nóra él, ugye intézetben van, és napi szinten bármikor őt hívhatják, hogy probléma van. A nyugalmazott zenész és koncertszervező szakember elmondta, az elismerés hatalmas megtiszteltetés számára, ugyanakkor nagy felelősség is. Az emlékplakett mellé díszoklevelet és 1 millió forintos pénzjutalmat adományoz az alapítvány. Az idén is megtartották az Éneklő Ifjúság elnevezésű kórus találkozót. A város énekkarai a Bajai Eötvös József Általános Iskola sportcsarnokában álltak a közönség elé. Elhangzott az is, hogy az idei évhez 2 évforduló is kapcsolódik, így az ünneplést ezzel a rendezvénnyel kezdték meg. Viva la musica, éljen a zene! Így köszöntötte a házigazda intézményvezetője a kórusokat és a közönséget a nagyszabású rendezvényen. Külön öröm számukra, hogy az idén 75 éves épület adhat otthont a találkozónak. 1958-ban pedig ide került át a főiskoláról a hallgatói képzés, ennek 60 éve. A mostani rendezvény egy méltó kezdete a jubilómi évnek. Az ünneplést további programokkal ősszel folytatják majd, mondta Radnóti Miklós. Ezzel olyan értéket és élményt adnak az itt lévőknek, ami többször bebizonyította, hogy máshonnan nagyon nehéz begyűjteni ezeket az impulzusokat. Én nagyon örülök, hogy szép számmal jelen vannak a hozzátartozók és az érdeklődők. Az iskola kórusa is a színpadra állt. A reneszánsz év jegyében 2 reneszánsz művel is készültek, mondta az egyik kórusvezető. Vannak olyan kórusok, többek között a miénk is olyan, akik egész évben a nyilván az iskolai műsorokon és rendezvényeken kívül ez az az alkalom, amire igazán készülünk, és itt tudjuk megmutatni a többi kórus előtt, hogy mire is vagyunk képesek. A délután folyamán 11 kórus mutatkozott be, köztük a Szent László AMK diákjai is. Énekelünk egy latin dalt kánonba, és egy balatonos népdalcsokrot. És a népdalcsokorban milyen dalok vannak? Hát a balatoni legények, aztán még szélesebb Balaton. Magyar, német, horvát és latin nyelvű kórusművek is elhangzottak a találkozón, több kórus pedig hangszeres kísérettel színesítette a műsorát. Szombaton délelőtt slágerektől volt hangos a városi piac bejárata. A Madarasi Gyermek és Ifjúsági Fúvós Zenekar az idén ugyanis már 4. alkalommal igyekezett ilyen módon is népszerűsíteni egy, mára már hagyománynak számító madarasi rendezvényt.
A negyedik tavaszi Hírics Fesztivál vasárnap, azaz április 29-én 10 órakor kezdődik a Madarasi Löszfalnál. A rendezvény apropóját a község határában lévő nagy populációjú tavaszi Hírics adta. A programok között a faluban működő művészeti egyesületek fellépései mellett szerepel többek között a kutyás és csikós bemutató is. Kísérő rendezvényeként pedig természetismereti játékokban, túravezetésben, gépjármű bemutatón és lovasfogatozáson is részt vehetnek az érdeklődők. Aki kilátogat a programra, az az ifjúsági fúvósokkal is találkozhat, akik zenekarukkal garantálják a jó hangulatot. Április 24-e a Magyar Népviselet napja. A jeles napot 2015-ben keltette életre egy pedagógus. A kezdeményezés lényege, hogy legyen egy nap, amikor magyar és nemzetiségi népviseletek megmutatják a kultúrának ezen értékeit is a világnak. A Szent László AMK diákjai látványos ruha bemutatóval egybekötött mulatsággal emlékeztek meg a napról. Színpompás viseletekben vonultak az udvarra a Szent Lászlós diákok kedden délelőtt. A bajai intézmény vezetői az idén döntöttek úgy, hogy csatlakoznak a 3 évvel ezelőtt létrehozott kezdeményezéshez, és megünneplik a hazai népviseletek sokszínűségét. A gyerekeket, mikor megszólítottam, nagyon szívesen jöttek. Én azt gondoltam, hogy ez a generáció nehezen megszólítható, de kellemeset csalódtam. Nagyon szívesen, közel 30-an öltöztünk be, pedagógus társaim is nagyon mellém álltak, és mindenben segítségemre voltak. Megint bebizonyosodott, hogy egy nagy család vagyunk, és együtt tudunk dolgozni. A diákok egy rögtönzött felvonulás során mutatták be társaiknak az egyes viseleteket. A felhozatal nagyon széles volt, akadtak saját és kölcsönkapott öltözetek is. Ez egy mezőségi népviselet, és én 10 éve táncolok, vagyis kicsit több, mint 10 éve táncolok, és nekem közel áll nagyon a viselet is, és a néptánc is a szívemhez. Kölcsön kaptam a táncvezetőmtől. A lányok mellett a fiúk közül is sokan magukra öltöttek valamilyen viseletet. A sárközi ruházatból hétköznapi és ünnepi viseletre is láttak példát a látogatók. Rajtam van ez bőgatya, ez jó nyári időben is, mert szellőzik, illetve egy bőink és mellény. Szoktak mellény helyett még kötényt is, kék kötényt használni, amit munkaalkalmakkor vesznek fel, amikor például disznót vágnak, vagy szüretelnek benne. Illetve a kalap az is megjelenik a hétköznapi viseletben. Leginkább templomokba húzták föl, esküvőkre, illetve nagyobb ünnepségekre. Hétköznap nem használták, mivel elég komoly értéknek számított. Csizmából áll, egy fekete zsinórozott nadrágból. A mellényből ezt kigombolták, volt, hogy nem, illetve a bőing. Ez a hétköznap lóviseletben is megjelenik. A felvonulás táncos mulatsággal zárult, egyes táncokba pedig az intézményben tanító pedagógusok is bekapcsolódtak. Gombóc Artúr birodalmában érezhette magát az, aki hétvégén ellátogatott a turisztikai központba. Itt rendezték meg ugyanis az első bajai csoki fesztivált. A kétnapos eseményre az ország minden pontjáról érkeztek kiállítók, hogy bemutassák, milyen sok változata, formája létezik ma sok a kedvenc édességének. Figyelem, most következő képsoraink megzavarhatják egyes diétázók nyugalmát. Kerek, szögletes, rövid, hosszú, gömbölyű, tömör, lyukas csokoládé. Volt minden a turisztikai központban, amit Csukás István híres mesefigurája és a legtöbb ember szeret. Kecskeméten már több alkalommal szerveztek csoki fesztivált, és most elindultak, hogy más városokat is megédesítsenek, mondta Kovács Erika főszervező, aki barátjával, Rimóci Lászlóval, a Magyar Grillers Szövetség elnökével hívta életre a rendezvényt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan témájú rendezvény, hogy mindenki számára jó, mindenki szereti a csokoládét, talán nem is tudok olyat mondani, aki nem szereti, és itt azért valóban minden megtalálható, még olyan jellegű csokik is, ami az a bio, paleo, cukormentes, ilyen-olyan mentes, tehát valóban mindenki megtalálja magának való finomságot. A vásáron összesen 20 kiállító kínálta finomságait, akik az ország különböző pontjairól érkeztek, és mára már szinte egy csapatként vesznek részt az összes csoki fesztiválon. A hétvége egyik leglátványosabb eleme a csoki szökőkutakat működtető stand volt, amelyekből többféle ízben és színben folyt alá a belga csokoládé. Lassan 10 éve. Prémium minőségű belga csokival dolgozunk, és most már különlegességként a rózsaszín csokink is van. Nagyon sok csoki szökőkutunk van, köztük az az óriási, amiből csak 26 van a világon, és abból 2 nálunk van a mi cégünknél. Voltak, akik teljesen új megoldásokban gondolkodtak.
olyan ízvilágot és kiszerelést szerettek volna, ami eddig nem volt a magyar piacon, mondta Andréka Ferenc, a különleges drazsékat gyártó cég tulajdonosa. Drazsék, drazsírozott termékek, sósan édesen, savanyúan édesen, natúran, és igazából a csomagolásra egy picit nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni. Vannak dobozos kiszereléseink. A vendégek asztalról asztalra járva csodálták meg a nem csak íz, hanem vizuális élményt is nyújtó csokoládékat. Nagyon tetszik. Hát vajon még ilyen nem volt, és van nagyon sok látnivaló. Van-e valami különlegesség, ami nagyon megfogta elsőre önöket? Minden. A szökőkút. Az első 200 érdeklődőt mindkét napon csokiba mártott bombonnal lepték meg. Természetesen a gyerekekről sem feledkeztek meg, akiknek középkori játszóházzal és hangszersimogató foglalkozással is készültek a szervezők. Most pedig kezdődik a sportpercek. Sportos estét kívánok! Egy hajszál választott el a bravúrtól és ezzel együtt az országos döntőbe jutástól a Bajai Bácska FK kadett kosárlabda csapatát. A 8-as döntőbe jutásért vívott párharc első mérkőzésén a Kislenke kosársuli az MNMK sportcsarnokában tudott nyerni 15 ponttal, így formalitásnak tűnt a fővárosban rendezett visszavágó. A Bácska fiataljai azonban másképp gondolták, és remek játékkal 14 pontos győzelmet arattak idegenben, egyetlen kosárra voltak a továbbjutástól. Cservék Csaba együttese így a B döntőben a 9-től 16. helyért játszik majd május elején. Országos bajnokságon szerepelt a hétvégén Grekus Barnabás. A Mogyi Bajai Birkózó Klub fiatal sportolója Soltvadkertre utazott, ahol a Diák egyes szabadfogású OB-t bonyolították le. Barnabás a mostani erőpróbán is az érmeket célozta meg. A Mogyi Bajai Birkózó Klub diákkor csoportjában több tehetség bontogatja szárnyait, közülük ezúttal Grekus Barnabásra várt erőpróba. A Soltvadkerti országos bajnokságon barna súlycsoportjában 18 versenyző volt, így hosszú út vezetett az érmekig. A bajai sportoló a negyed döntőig jutott ezen a napon, és végül egy izgalmas bronzmérkőzést követően az 5. helyen zárt. Azt is kikaptam, és így lettem 5. Hát eldobott, és akkor onnan pörgetett. A bajaiak közül egyedül Barnabás tudta kivívni az országos döntőn való indulás jogát, ami már önmagában is nagy fegyverténynek számít. A fiatal sportoló munkájával a felkészítő edzője Szőke István is elégedett volt. Barna most azért jó okot adott az optimizmusra, hogy itt az első komoly megmérettetésen, itt az év elején, ezen a magyar bajnokságon azért veretlenül jutott el a negyed döntőig, és ott tudták csak megállítani. A bronzmes sem úgy sikerült, ahogy vártuk, de hát ez az 5. hely azért az ő korához képest egy nagyon kiemelkedő eredmény. A bajaiak mostantól a hazai rendezésű Popori Otto emlékversenyre koncentrálnak, amit május 12-én az MNMK sportcsarnokában bonyolítanak majd le. Köszönöm szépen a figyelmüket, további szép estét kívánok! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Hamarosan költözhetnek. Jól haladnak a felújítási munkálatok a Kenderes utcai épületnél, amely a jövőben a Bajai Tankerület központ székhelye lesz. Újabb hétköznapi hős. Az autista gyerekekért és családjaikért folytatott munka elismeréseként Kocsis Alajos vehette át a 11. Gergely Alexandra emlékdíjat. Gombóc Artúr kedvencei. Kerek, szögletes, gömbölyű, tömör és lyukas. Volt minden, ami szemnek és szájnak ingere az első Bajai Csoki Fesztiválon. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss hírműsorral holnap este 6 órakor a szokott időben jelentkezünk. Addig is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel, legfeljebb néhol alakul ki zápor. A délnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Köszönöm!